szeretettel köszöntsem Dombeckházi Nyugdíjas Klubot és a vendéglátókat, a Újvidősi Nyugdíjas Klubtagokat. És engedjék meg, hogy néhány szóval ismertessem és bemutatkozzam a Dombeckházi Nyugdíjas Klubnak az Újvidősi Nyugdíjas Klub életéről. Az Újvidősi Nyugdíjas Klub 1977-ben alakult egy 25-30 fővel, és azóta üzemképes. A Nyugdíjas Klubnak a vezetője Szentesi István választotta meg 77-ben, aki több mint 10 éven át vezette a Nyugdíjas Klubot. A mai Nyugdíjas Klub vezetője, mivel a múlt évben elhalt, Szentesi István, felesége Szentesi Istvánné vezeti a Nyugdíjas Klubot. Én 1982 óta segítem társadalmi munkában az Újvidősi Nyugdíjas Klub életét. Szervezem a kirándulásokat, és segítem a klubvezető munkáján. 1987-ben a 10 éves fennállását megünnepelte a Nyugdíjas Klub, amiről lehet, hogy újságban is értesültek, de az itt jelenlévő albumunk is bizonyít egy-két dolgot. Most néhány szóval a klub életéről. Havonta jön össze a klub egy-egy alkalommal, de előfordul, hogy kétszer is összejövünk, és hétfői napokon. Ezeken az összejöveteleken minden hónapban megünnepeljük a klubtagoknak a névnapjukat. Általában teja este szokott lenni, ehhez némi kis süteményt szoktunk készíteni. Azon kívül egy-egy klubfoglalkozáson vagy valami előadást, filmvetítést, vetélkedőt szervezünk, rendezünk. Azon kívül megünnepeljük majdnem minden ünnepünket, úgy, mint az idén is, most is. Mi úgy gondoltuk, hogy ha összejöttünk ilyen szépen, közeleg az anyák napja, és most megünnepeljük az anyák napját is. Majd a műsorunk következő részében erre még kitérünk. Évente 2-3 alkalommal el szoktunk menni kirándulni. Igaz, hogy csak egynapos kirándulásokat szoktunk tenni, mivel a nyugdíjasok nem szeretnek távol maradni már otthonuktól, nekik egy nap elegendő. Minden évben az év végét elég szép műsorral és mulatsággal szoktuk megrendezni, ami általában nagyon jó szokott sikerülni. Szerepelt a nyugdíjas klubunk a megyei Gimitudon is 2-3 alkalommal. Hát most egy kicsit olyan stagnált helyzetben vagyunk, mert nem nagyon ambicionálják magukat, hát ha most a mai este majd egy kis erőt ad nekik, és legközelebb is fölérnek. Nagyon szép eredményt értünk el az önarckép, tehát ideig vagyunk még pályázaton, ahol első helyezést értünk el. Sajnos a tablónkat nem hoztuk át, ugyan a szomszédban működünk, de az albumunkban, ha megnézik, abban találnak arra utaló dolgokat. Hát én ezzel a pár szóval szerettem volna ismertetni az Újvidősi Nyugdíjas Klub életét, ahogy mi itt élünk, de azt hiszem, hogy szóval egymás között sokkal többet el lehet mondani, én itt nem akarom magukat mondhatni, és kérem, hogy fogadják majd szeretettel az Újvidősi Nyugdíjas Klubnak a bemutatkozását. Először is majd van egy konferenciánk, aki majd el fogja mondani a műsor nevét. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó szórakozást! Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket, ha bár Marika köszöntötte, én is hagy köszöntsem, és közeleg egy jó hét múlva az anyák napja, engedjék meg, hogy itt most én is köszöntsek minden édesanyát, nagyanyát, ükanyát, és
azon kívül minden nőt, és köszöntse a vendégeket is még egyszer külön. A műsorunk készítésekor elmentünk az iskolába, és megbeszélni, hogy gyerekek is fognak egy kis műsort kész adni, és bementünk a iskola helységbe, egy nagy halba, és egy kis bozontos fiú szalad, mondom, te Pistike, mondd már meg nekem, hogy hol van az igazgatói iroda. Rám néz a kisfiú, honnan tudja a bácsi, hogy én Pistike vagyok? Hát csak úgy kitaláltam. Na akkor találja ki, hol az iroda. Következő az újmilliósi iskolásoknak a jazz balett, arra amelyet Fáber Majdan készített elő. Kirándulunk vasárnap, apu, anyu meg én. Fejünk fölött faágak, a lombon enyhe fény. Már csokrom is van jó nyaláb, és magyaráz apu, ez zsája, az meg szarkaláb, s az a tutilapon. Letelepszünk a padra, és megterít anyu, van minden, tészta, alma, sült hús meg savanyú. Egyszer csak zeng, elborul, nagy felhő már az ég, de és csöpre csöp kopogva hull, pattog a buborék. De nem áztunk meg a padon, egy csöp se hult oda, tekőtől talpig szárazon értünk mégis haza. Mert egy esőkabátban, az erdő közepén, elfértünk mind a hárman, apu, anyu meg én. Vörös Sándor, buba éneke. Óha cinke volnék, útra kelnék, hömpögő sugárban énekelnék. Minden este morzsára, urvára, visszaszállnék anyám ablakára. Óha szellő volnék, mindig fújnék, minden bőkabárba belebújnék. Nyári éjjel, fehér holcsütésen, elcsitolnék jó anyám ölében. Óha csillag volnék, kerek égen, csorogna a földre sárga fényem, jaj! De onnan vissza sose járnék, anyám nélkül mindig sírdogálnék. Ám István, virágosat álmodtam. Édesanyám, virágosat álmodtam. Napra forgó virág volt a mámomban. Édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkertétől napig tájékratultál. József Attila, mama. Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig meg-megállva, nyikorgó kosárral léve, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toborzékoltam. Hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak nem tésztereketett némán, nem szidott, nem is nézett érám, s a ruhát fényesen suhogva, kerintek szálltak a magasba. Nem nyafognék, de most már késő, most látom ilyen óriás őt. Szürke haja lebben az égen, kékítő old az égvizében. Nagányi Zoltán, anyu, tudok egy varázslót, ha én azt kimondom, egyszerre elmúlik minden bajom gondom. Ha a kávé keserű, ha a mártás savanyú, csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy anyu, már is porcukorhul kávéba, mártásba. Csak egy szóba kerül, csak egy kiáltásba. Keserűből édes, rosszból csuda jó lesz, sírásból mosolgás, olyan csuda szó ez. Anyu, 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 hangzik este reggel, jaj, de sok baj is van ilyen kisgyerekkel. Anyu, 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 most is kiabálom, most semmi bajom nincsen, mégis meg nem állom. Csak látni akarlak, anyu, fényes csillag, látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak. Látni sietséged, angyal szerítséged, oda bújni hozzád, megölelni téged. Rákosi Sándor, nagyanyú. Nagyanyú fürge, mint a csík, hajnalban kél, friss halmattal mosodszik. Bizony fürge, mint egy kislány, délelőtt főz, varázsba fog délután. Látod-e már az ablaknál, gyűszvével a fényes tűk föl, leszáll.
Vajon mit gondol nagyanyó, míg lábán át szívusa a kondoromból? Gyűszűjén el a fényes tűföl, leszáll. Nagyanyó van, rám is jobb a saját fonál. Fejed csóvás, a fonára visszamosol. Surra egy saját fonacskán, sok még a dolog. Thank you.
kutyák pedig nem szeretik a macska kaparást. Kerül párja, eltőtt mezőt újra vígan járja.
Helyd az én párom, nem kerül meg. Árva vagyok árva. Édes rózsám, ha feledni tudnálak, nem sajogna érted a szívem, nem fájna utat. De fáj, szegény szívem, nagyon sajog. Jöjj vissza hozzám, alig várom, a jó Isten téged megáldjon. Következő szóval Bánfi Jánosné fog élni. Anyák napjának. Anyák napján édesanyám szóra nyílik ajka, úgy szeretném szívem húrján elpengetni halkan. Hálámat a sok jóért, amit értem tettél, még ha bánatot okoztam, akkor is szerettél. Anyák napján édesanyám leányod szívdobogva, keresi a hímszavakat kötni dalcsoportban. Pedig ha a világ minden dalrólad szólna, jóságodat elmondani, az is kevés volna. Anyák napján édesanyám meghajtom háttérdem, szívből jövő hőimában alázattal kérem, azt, ki minden anyaszívet csak jóra vezérel, áldjon meg az Isten mindkét kezével. Következő szavakat Torkusz lép. Anyám, miért kell állva enni? Ideje lenne megpihenni. Megvállak én, csak végre ülj le, láthassalak már hátra dőlve. Kényelmesen, mint aki ráér, te bicskettőnknek itt a tányér. Meríts levest, hisz nincs kit várni, ráért magadat kiszolgálni. Jöjj a kályhától, ülj le szépen, mintha vendég lennél csak éppen. Mielőtt a következő szavalat elmondja a kisfiú, egy eset eszembe jutott megint. A jó útkoriban Szabadkígyúson jártam, és látom, hogy egyik udvarban nagy tömeg van az udvaron. Hát kíváncsi voltam én, és oda megyek, megnézem, mi történt. Hát belesett fiatalember a kútba, ilyen régi nyílt kútba. Szerencsére nem volt sok víz, nem fulladt meg, de azt mindjárt szaladtunk, azt egy kötret leengedtünk. Kapaszkodik a fiú, odaékedik az anyósa is. Jaj, fiam, mit csináltál? Hogy történhetett? Nem tudom, ma csak húzzák gyorsan, mert nagyon fázok, hideg a víz. Mikor már jó közel ért a kút szájához, elkezd a fiatalember nagyon nevetni. Azt mondja az anyósa, még most is van kedved nevetni, mit nevetsz? Hát azt mondja, azt nevetem, ha most én elengedném a kötelemből, hogy hagyat esnének. Fábián Gabi lesz. Donászi Magda, nagyanyómnak. Édes, kedves nagyanyókám, anyák napja van ma. Milyen jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor felébredtem, az jutott eszembe, anyák napján legyen virág mind a két kezembe. Egyik csokot neked szedtem, odakint a vérten, te is sokat fáradoztál, évek óta éltem. Kimosod a ruhácskámat, félsülted a hajamat, jóságodat felsorolni, kevés lenne ez a nap. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem, s hogy az én jó anyámat fel nem emlékeznék. Következő verselő Endrei Gabi. Anyák napjára. Jó nagymamám anyám mellett, te voltál a dajkám, te csókoltál, mikor elszállt az első szót kis unokád ajkán. Hozzád jöttem köszönteni, anyák napja virradóra, hallgass ide az elhangzó, szeretettel ékesített szóra. A jóságos két szemedbe könyv soha se szökjön, te náladnál boldogabb lény, ez évben ne legyen a földön. Árva gyerek vagyok, te nevelsz nagymamám, anyám helyett te vagy az én anyám. Hálás szívvel kérem azt a jó teremtőd, adjon neked még sok boldog esztendőt. Akarják. Hát mivel, hogy itt most két falunak a nyugdíjas klubja találkozott, ez ilyen ismerkedési est is egyúttal.
és az ismerkedésnek különböző formái van. Egyszer volt nekem egy barátom, aki nagyon szerette a hölgyeket lesni. És egyik alkalommal, amikor az egyik hölgy szállt fel a buszra, hát úgy megvillant a térde. Mondja az illető barátom, hogy kedves kisasszony, ha egy kicsit följebb húzná a szoknyát, adnák egy 100 forintot. Hát gondolta a kisasszony, nem sokba került, följebb húzta, megkapta a 100 forintot. Hát az én barátomnak megjött az édvány, azt mondja, hogy nem húzhatnál följebb, adok 500 forintot. Gondolta, hogy ilyen könnyen sose keres pénzt, följebb húzta, megkapta az 500 forintot. Erre már a hölgynek jött meg az étvágya. Tudja mit, kedves barátom? Ha maga ilyen kíváncsi, 2000 forintért megmutatom azt is, hogy hol vették ki a vakbelemet. Hát ez az nagyon tetszett az én barátomnak. Semmi akadálya ott. Azt mondja, hogy nem itt, szálljunk fel a villamosra, és akkor majd hát elmegyünk egy helyre, ott megmutatom. Gondolta, az én barátom biztos a lakására viszi. Na és akkor utána találkozok a barátommal, mert ugye nyilván én ott maradtam a buszmegállóban. Ha visszajött, na mi történt? Kérdjad, azt mondja, elmentünk két megállót, ott leszálltunk és a kórháznál, azt mondja, lekutatta, nézd, ebben a kórházban, a második emelet, annál az ablaknál feküdtem, ott vették ki a magbelemet. Következő számunk Varga György, a Újkígyósi Klub tagja fog énekelni. Életemben csak két nőt szerettem, egyik volt a drága jó anyám, s aki úgy szeretett, úgy ápolt meg engem. Istenem, de vigyázott rejám, és amikor betegségbe estem, könnyes szemmel úgy imádkozott, s én mégis mindig ellenét kerestem. Jó anyám sírt, de nem panaszkodott. Majd egy csendes május délutánon utamba jött egy csinos barna lány, s úgy jött, mint egy megvalósult álom, s azóta nincs nyugodt éjszakám. Másodszor ezt a barna nőt szerettem, szívem lelkem úgy megváltozott, s én ő néki is ellenét kerestem, ő is csak sír, de nem panaszkodott. S aztán a nő, hogy vágyait kövesse, itt hagyott és elment, nem volt irgalom, s anyám is elment messze, 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 nem maradt más, csak egy sírhalom. Én azóta a temetőt járom, mit ér az élet, ha minden elhagyott? Én százszor visszasírnám azt az asszony, aki csak sírt és nem panasz. Én műsoroknál forgatókönyvet szoktak írni, hát én is így forgatom, hol erre, hol arra. Ugye van ebben írva magyarul is, német és olasz, az már nem kötelező. Hát biztosan hallották írt, hogy Újkígyósi község nagy libatövő község. Hát, ugye ez olyan kettős haszon, munkát is ad itthon helyben az illetőknek, meg egy kis keresetet is. A múlt rendszerben is volt ilyen libatömés, csak akkor nem ilyen nagyba csinálták, csak olyan kézzel 10-20 vagy 2-3 libát. És akkor is voltak ilyen zsúrok, csak akkor nem a mi korosztályunk és nem a mi osztályunk, hanem a felső osztály tartott ilyen zsúrokat. Tartozott a jegyző, a bíró, a gyógyszerész, stb. És volt, már nem akarom, hogy milyen szakma, egy kisiparos is a faluban, akinek a felesége nagyon szeretett úgy fölfelé kapaszkodni. Na most, hogy egy ilyen zsúrt, nem ilyen nagyon, csak olyat tudjon állni, ahhoz nem volt elég, amit a férje keresett, hanem tömtek libát.
És amikor a vendégség áll, bejön a szolgáló, kezdj szolgálom, nagyságok, kérem, tessék jönni, libát tömni. Nagyon szégyelte magát az iparos felesége, kioktatta, hogy te Zsuzsi, máskor nekem ne mondd azt, hogy menjek libát tömni. Hát mit mondjak, mikor tömni kell? Hát mondjad azt, hogy keres a Schwarz úr, vagy valamit találják ki. Hát ugye ment a kör minden háznál, jegyző, stb. Újra visszakerültek az iparoshoz a Zsúrral. Eljött az este, jön a Zsuzsi. Kelly csókolom, nagyságok jelent, tessék kijönni. Jaj, mit akarsz már megint? Hát tetszik tudni, a Schwarz úr keresi. Ugyan mit akar? Hát tetszik tudni. Műsorunk következő száma az új kigyósi Nyugdíjas Klub énekharapok éneke.
lakosok műsora és az iskolások műsora véget ért. Most átadjuk a szót, a színpadot a vendégeinknek. De mielőtt átadnám, elmondok még egy esetet, mert még ezt hátha nem tudják. Úgy látom, hogy filmvetítéshez készülünk, akkor a filmvetítéssel kapcsolatos dolgot mondok el. Ugyanis egyszer elmentem moziba, és valahogy úgy sikerült, közel az ajtóhoz jutott hely. Egyszer hallom, hogy kint az előcsarnokban valami nagy tolakodás van. Kíváncsi voltam, hogy mi történhetik oda, közt kilestem az ajtó, látom egy illető felgyürekezve, nagy késsel, megölöm a cédát, megölöm. És csak a jegykezelők rendezők ott csiggatták, hogy várjon, várjon, majd ha vége lesz, akkor menjen be. De mielőtt vége lett volna, az egyik jegykezelő bejött, hogy kérem szépen, az az asszony, aki a szeretőivel van a moziba, azonnal tűnjön el, mert itt van a férje nagy késsel. Viszik, ha nem, 5 perc múlva egy asszony sem volt a moziba.